Tüntetők a pécsi Diana téri piacnál augusztus 7-én. Az itteni piac fáit akarták megóvni a civilek, ugyanis a tervek alapján csarnok épül itt, a liget pedig útban van. Ez már két nappal későbbi felvétel a Diana téri piac területéről, már fák nélkül. Az önkormányzat kivágatta a ligetet a tiltakozás ellenére. Az építkezés így az eredeti tervek alapján haladhat. Most a városvezetés zöld területi rekonstrukció néven indít itt programot, kozmetikázva a fakivágásokat, ez is szerepelte a gazdasági bizottság előtt szerdán. Lényege, hogy minél jobban elfogadtatni ezt a projektet a környéken élőkkel, holott tudjuk, hogy ez igencsak megosztotta a lakosságot, sőt nagyon komoly ellenérzéseket váltott ki, hiszen a zöld területet a piacon, tehát a fákat, az ott lévő faállományt, azt teljes tarvágással kiirtották, és a helyükre egy beton szarkofág fog majd kerülni a tervek szerint, és ez azt jelenti, hogy sokkal inkább egy szürkébb és emberidegenebb, természetidegenebb környezetben fogja fogadni ez az új Diana téri piac a vásárlókat. A jobb oldal egy zöldebb megoldást akart a Diana téren, mondja a képviselő. Mi azt szerettük volna, hogyha egy zöldebb verzió valósul meg, ehhez képest azonban azt láthatjuk, hogy inkább megpróbálják ezt a beton szarkofákot úgy kommunikálni, hogy ezt a lakosság jobban elfogadja. Az építkezéssel párhuzamosan folytatják a zöld területi programot, ami egy szemléletformálás, hangzott el a bizottsági ülésen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a piactól északra fekvő zöld területet újítjuk meg. Itt alapvetően az a cél, hogy ez egy pihenő övezet maradjon a továbbiakban is. Még a COVID-helyzet alatt a Pécsi Egyeset felmérte a helyi igényeket, tehát akkor kezdtük az egész projektnek a tervezését, és a helyi igényeknek a nagyon nagy része azt mondta, hogy maradjon zöld terület, és maradjon rekreáció célú zöld terület. Itt voltak ötletek sportpályára, egyéb dolgokra, de ezeket elvetettük, mivel a helyi igények a zöld területet preferálják. Úgyhogy a projekt ennek a megújítását tűzte ki célul. Ez a gyakorlatban építési munkákat is jelent, mondja a bizottsági elnök. Egyrészt megújítjuk a járdákat, fákat ültetünk, 27 darab előnevelt, nagyobb méretű fát fogunk elültetni, rengeteg cserjét, bokrot, tehát a zöld terület részt is lényegében rendbe tesszük, úgyhogy igényesebb legyen, szebb legyen, és a lakók érdekeit szolgálja. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy a kutyafuttatót is megújítjuk. A kutyafuttatónál konkrét igény volt, hogy elég közel van a házakhoz, hogy ezt tegyük arrébb, ezért az öltöletnek a belseje fele lényegében arrébb tesszük, hogy a kutyák ne zavarják a lakosokat. Közel 4 millió forintot ad az önkormányzat a saját cégének, a létesítmény üzemeltető Kft.-nek, hogy fórumokat, oktatási, szemléletformáló programokat szervezzenek a Diana térre. A növényültetésbe is bekapcsolódhatnak a helyben élők. Virágokat, facsemetéket ültethetnek a kivágott fák pótlására.